Sziasztok, pánkocskáim, és itt egy Bereniki, és ez a videó egy vlogmas videó. Igen, már nagyon vártam, hogy készítsek egy vlogmast, és elsőjében van, és beszeretném mutatni ezt a hetemet. És ígérem, hogy nem csak egy videó fog lenni a mi vlogmas, hanem remélem, hogy négyet is tudok csinálni. És hát igen, ez lenne az első nap, és meg szeretném mutatni a szobámat kidíszítve. Szóval meg is mutatnám. Először is ki van itt díszítve a vitrin, amiben a legfontosabb elpiesőim vannak. Ez is itt ki van. Nos, igen, így néznek ki a szobám, és van egy fontos mutatni valam nektek. Ugye van ez a karácsonyfa díszfánk, és ez nagyon tetszik, meg van ez is, szóval ez jaj, nagyon jó, mert hát ti vagytok a fánkocskáim, és akkor itt vagytok a háttérben, meg majd a karácsonyfán is rajta lesztek. Hát, igen, ez nagyon tetszik. És vettem két elpést, és azt meg szeretném nektek mutatni. Először is van ez a kutya. Nekem ilyen fajtájú kutyám még nincsen, és nagyon jó érzés megtapintani. A másik az ez, és nekem nagyon tetszenek a színei, ez olyan kis nyugodt kis cica, és ez amúgy hasonlít rám. Amíg kaptam hozzá kiegészítőket is, hozzájuk, akkor van ez a csont, és nagyon tetszik, hogy rózsaszín. Van ez a, hát, ilyen mosni csomó, és van ez a kis zacskó. És az utolsó az ez a répa. Igen. És ezen a napon ennyit szerettem volna bemutatni. Találkozunk a következő nap. Sziasztok! Itt a második nap, és másodika lenne. És hát igen, előköztünk ide is. És ma nem más lesz itt veletek, mint... Pudli! Hello! Ezt a mai napot én fogom mutatni. Kérlek, Laura, adj teljes helyet! Jól van. Well, ma itt vagyok újra. Jaj, de rég találkoztam már pánkocskáim. Először is megmutatnám azt, amit tegnap Laura elfelejtett megmutatni. Bemutatom is. Hát nem csodálatos? Hát, igen, ez a nap ennyi lenne. Holnap izgalmasabb lesz, ígérem. Sziasztok, találkoztok holnap? És én velem is találkoztok. Hát sziasztok, harmadika van, ez a harmadik nap. És bocsi, hogy csak ilyen későn tudom most felvenni a beköszönést. De az történt, hogy lejöttünk a Balatonra, akkor utána lementünk a partra, majd elmentünk megnézni a díszkivilágítást, és nagyon tetszett nekem. Na de mutatnák is róla képeket. Mint mondtam, elmentünk a parthoz, és nagyon tetszett nekem, eszméletlenül gyönyörű volt. És utána ugye elmentünk megnézni a díszkivilágítást, és az nagyon-nagyon tetszett nekem. Nagyon szép volt, és nagyon szépen mutattak itt Pudliék. Remélem tetszettek nektek a képek. Na, találkozunk a következő nap. Sziasztok! Sziasztok, fánkocskáim! Ez a negyedik nap. Negyedike van.
És az történt, hogy lejöttünk a Balatonról, és hát igen, és beszeretném mutatni azokat a dolgokat, amiket kaptam. Először is kaptam egy ilyen cuki kutyit. Olyan kis cukika. Kaptam akkor ezt a négyeskolás. Ez is cuki. És végül egy koszorút. És hát ma ennyit szerettem volna. És igen, ugye itt vannak a fánkok. És itt voltak a háttérben. Na, találkozunk a következő nap. Sziasztok! Sziasztok! Ma 5-e van. Ez az 5. nap. Vasárnap van. És ez az utolsó nap ebben a videóban. És most azt szeretném, hogy ki szeretném tenni a ablakba a csizmát. De menjünk! Hát ki is tettem. Ez a nap ennyi lenne. Hát a következő videóban találkozunk. Addig is sziasztok, fánkocskáim!